újból elindította dietetikai klubját az Egészségfejlesztési Iroda Kecskeméten. Az új foglalkozások sora ma délután három órakor vette kezdetét az irodában Braunitzer Ferencné dietetikus és Galambos Csilla mentálhigiénés vezető irányításával. Ezek kis klub foglalkozások, ami kis csoportos foglalkozásokat jelent, és egy-egy krónikus betegséggel kapcsolatos dietetikai előadások lesznek, illetve interaktív formában az előadások végén lehet beszélgetni a dietetikussal és a mentálhigiénés kolléganővel is olyan krónikus betegségeket szedtünk össze, amely diétával nagyon jó kalban tartható, illetve megelőzhetőek a súlyosabb szövődmények. Ide tartozik a máj és epeutak betegségeivel kapcsolatos diétás tanácsadás, ezen kívül a fekélybetegség, krónbetegség, és végül a lisztérzékenység és a histamin hisztamin intolerancia diétájáról lesz szó. Az előadásokon a résztvevők kapnak egy tanácsadást a dietetikustól arról, hogy melyik ételt érdemes elkerülni és mit lehet fogyasztani az adott betegségekkel kapcsolatban, mindezekhez pedig fontos a mentális támogatás. Mint például a feké betegség esetében a egyik faktor, rizikófaktorja a stressz. Tehát mentálisan, tehát a stresszkezelésről is lehet technikai kérdésekben, hogy hogyan lehet ezt oldani, vagy a szorongásoldást, oldást, hogy ebben is van segítség, és itt is lehet fordulni a kolléganőnkhöz. Igaz, hogy egyelőre három foglalkozást hirdetett meg az Efi, de már a folytatás is tervben van. Dr. Bogianet a Kecskemét Járási Egészségfejlesztési Iroda vezetője elmondta: az előadásokat nem csak a betegségekkel érintetteknek ajánlják kecskemét és könnyéki lakosoknak, akiket érint ez a, a betegség, vagy ö, ö, most van ö, kivizsgálás alatt, és szeretné megelőzni a súlyosabb tüneteket, illetve olyan betegség, betegséggel küzdőknek is ajánljuk, mint cukorbetegsége vagy szívbetegség, mert ezek a, 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 a betegségek hajlamosítanak a más krónikus betegség kialakulását. Tehát mindenféleképpen megelőzésre is ajánljuk ezeket az előadásokat hogy az egészség megőrzésre, illetve fejlesztésre koncentrálunk, tehát hogy ne alakuljon ki a betegség, vagy ha már kialakult, akkor a szövődményeket meg tudjuk előzni, a súlyosabb szövődményeket. Ezért érdemes eljönni, meghallgatni, és lehet bátran kérdezni is, és így támogatást adunk mind dietetikai szempontból, illetve mentális szempontból is, mert a mentális egészségfejlesztés is nagyon fontos az ilyen betegségek esetén, hogy a lelki egyensúlyunk is megmaradjon, hogyha ezek a krónikus betegségek már kialakultak. A hétfői időpontokra meghirdetett foglalkozások ingyenesek és előzetes regisztrációhoz sem kötöttek. Az EFI további programjairól a www.esi.hu per EFI weboldalon vagy az Egészségfejlesztési Iroda közösségi oldalán lehet tájékozódni.